könyvbemutatóval folytatódott a Székesfehérvár a nagy háborúban rendezvénysorozat a Városi Levéltár és Kutató Intézet Szegfügyula termében. Ebert Erdős Ferenc Székesfehérvár a nagy háború árnyékában című kötetét Elsimon László József Attila díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja mutatta be a történelem iránt érdeklődőknek. Magam is sokat foglalkoztam az első világháború Fehérvár megyei, Fehérvári történéseivel, de hát egy olyan részletes, alapos, gazdag és ugyanakkor nagyon jó stílusban megírt monográfiát tett le az asztalra Erdős Ferenc, ami azt hiszem, hogy sokak számára fog jelenteni olyan muníciót, ami tényleg egy intellektuális csemegét jelent. Ebert Erdős Ferenc, akik acélfalakként állották a Vártát orosz ingoványos Doberdó tetején programsorozat keretében, ezúttal egy olyan egyedülálló történelmi kötettel jelentkezett, amelyben korabeli dokumentumok alapján Székesfehérvár a királyi város és polgárainak megindító helytállását idézi meg az első nagy világégés idején. 1914 nyarától sorsfordító események zajlottak le Székesfehérváron. Olyan nagy arányú lelkesedés, eufórikus hangulat robbant ki 1914 júliusában, hogy Magyarország az semminek nem tud, na Magyarországot semmilyen erő nem tudja legyőzni. A június 6-án indult sorozat első eseményén a tábori lelkészekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők, a mostani kötet bemutató után június 20-án pedig a Gorlice-Tarnów offenzíva jelentőségéről hallhatnak majd előadást.